bocsáss meg a többieknek mindazt, ami fájt nagyon. Sértődösség, bús madarát engedd ki az ablakon. Önts magadra a legszebb ruhád, és a legszebb mosolyod. Nem létezik annál szebb arc, mint amelyik mosolyog. Aranyosi Ervin Karácsonyi üzenet című versével lepte meg társait a Vándorló Szépkorúak baráti körének egyik tagja. A csoport most az ilyenkor hagyományos Karácsonyváró rendezvényét tartotta meg. Minden éve megünnepeljük a karácsonyt, immár ez a negyedik karácsonyi ünnepségünk, és második ízben vágtunk disznót. Tegnapi nap disznót vágtunk, egy 140 kilós volt az állat, feldolgoztuk, abból lett ma egy nagyon-nagyon finom, gazdag ebéd, finom levesse, földhús különböző mártásokkal, és utána nagyon finom káposzta. Amikor az első karácsonyvárot megtartottuk, úgy gondoltuk, hogy jöjjünk össze a csoporton belül. Többen vannak olyanok, akik magányosak, egyedül élnek, és ők karácsonyt otthon nem igen tartanak. Nem igen, látogatják őket, a csoportban vannak többen olyanok, akinek van családja, de a világ másik felén van. És őnek ez az igazi család, a vándorlók családja, és ez a karácsony a családról szól, a szeretetről, a boldogságról, az összetartásról. A 2017-ben megalakult csoport ma már 72 tagot számlál, és gyakorlatilag nincs olyan program, amelyre ne szívesen jönnének a tagok, sőt. Mindig vannak olyan emberek, nagyon szívesen jönnek. Tegnap este is szóltam, hogy mondom, van üres hely, jöttök, repültek. Jó érzik magukat ebben a társaságban. Én vagyok a csapat Mézes Gizie, mindenki úgy ismert. Én a csapatnak kezdetektől fogva a tagja vagyok. Nagyon szeretem a csapatot, sokat járunk kirándulni, fürdeni, minden szuper, mindig jól érezzük magunkat egymással, minden, szeretetet, jóságot. Én ma már mindenkinek végigadtam a szeretetemet, tehát nem tudom, szerintem mindenki érzi, aki látja. Először is én vagyok a csoport másik Gizie, és két és fél év óta vagyok tagja a csoportnak. Úgy ismerkedtünk meg, hogy a csoport eljött hozzám galéria látogatóba, és ebből kialakult egy barátság. Nagyon jó a dolog tartozni egy csoporthoz. És itt azért nagyon sok olyan ember is van a csoportban, akik egyedül élnek. Elvesztették a társukat, és ez a csoport egy picit próbálja ezt az elvesztett társat is pótolni. Nagyon jó hangulat van. Elég sokat vagyunk együtt, és jó, hogy létezik ez a csoport. És hát azt ugye nem kell mondani, hogy Zsinka János a lelke, az összetartója a csoportnak, és kevés olyan ember van, aki ilyen sokat hajlandó tenni a másokért, tehát a többiekért önzetlenül. Én azt hiszem, hogy ez mindenképpen becsülendő és tisztelendő dolog. A közösség legidősebb tagja januárban tölti a 90. életévét, és bár már a rendezvényeken nem vesz részt, rendszeresen meglátogatják. Most beköltözött egy otthonba. Ott van, de majd most karácsony és új év között megyek. Mindig meg szoktam látogatni, a születésnapja van, meglátogatom, névnapja van, meglátogatom, és most itt a karácsony elmegyek egy kis ajándékot viszek neki. Megfogom a kezét, beszélgetünk, és nagyon jól érzi magát. A másik csoporttagunk, ő is a legidősebb, az jövő augusztusban 89 éves, a Julis néni, csupa szeretet, csupa boldogság, csak jót tudok mondani. Az előbb egy nagyon-nagyon szép verset mondott el, saját maga írja, és nagyon-nagyon szeretjük. Ők a csoporton belül alakult egy örömének csoport, mert vannak itten többen, hogy az életük az éneklés. És akkor szóltak nekem, hogy János, mit szólna, hogyha alakulna
örültem neki minden kezdeményezésre. A pandémia előtt akkor volt egy kerékpáros csoport, volt sétáló csoport, volt kártyás csoport, és valószínűleg most a tél folyamán a kártyásokat vissza fogjuk hozni, elmegyünk mindig más és máshová megyünk és kártyázunk. Az elnök elmondta, hogy egy rendkívül sikeres évet zárnak idén. Nagyon-nagyon sikeres volt, nagyon sok programunk volt, sok-sok kirándulások, volt egy aldonai kirándulás, 3 évvel ezelőtt a csoportnak nagy része el volt. Sajnos akkor volt nekem egy balesetem, én nem tudtam elmenni, és a csoportban még nagyon sokan nem voltak, és akkor elmentünk Aldonára, akkor volt kalocsai kirándulás, akkor a szomszédban voltunk az ősszel, el voltunk Bogyiszló értékeit, és minden hónapban van egy kirándulás, egy egészség megőrző kirándulásunk, Szigetvárra járunk, Gyógyfürdőbe. Összejövünk, beszélgetünk, jól érezzük magunkat. Az egyik csoportársunknál el voltunk kint a tanyájánál, elmentünk, és ott paprikás csompit főztünk. Minden időt kihasználunk, hogy együtt legyünk. Az emberek ne legyenek magányosak. Érezzék azt, hogy fontosak a csoport számára. Érezzék azt, hogy valahová tartoznak. Nagyon sikeres volt az évünk.